A folytatásban pedig Színház Horváth Viktor a vendégünk, akit szeretettel köszöntünk. Kipihenten, lebarnulva, abszolút, erről szólt a nyár eddig, pihenésről? Hát, igen, én is köszöntöm a kedves nézőket. Igen, voltaképpen azt kell, hogy mondjam, hála Istennek ez a idei nyaram, ez csak az élvezetekről és a pihenésről szólt. De kell is, azt gondolom. Nagyon. Jó sok darabban játszottál az elmúlt idényben. Igen. Úgyhogy ez direkt így is lett betervezve igazándiból, hogy konkrétan az egész július az így utazással, pihenéssel, kirándulással. Semmi szakma? Most semmi szakma. Csak volt egy-egy szabadtéri előadásom, meg majd még lesz is majd a közeljövőben, de a július az egész hónap az igazából csak a pihenésről szólt. Ilyenkor az ember hátra sem dől, nem néz színdarabokat sem, hogy mások hogy játsszák, vagy én most próbáltam magam a teljesen eltartani ettől, mert igazából, hát jó, egy-két ilyen táncos show műsor, hogyha lehet annak tekinteni, azokat azért láttam például akár Törökországban is, ahol nyaraltunk a barátnőmmel, de most olyan, hogy színházba járni, meg ilyesmi, most azt inkább nem. Uh-huh. Most próbáltam csak pihenéssel tölteni. Most viszont visszazökkensz a kellős közepébe, mese autó. Igen. Ugye az egyik darab rögtön a szabadtérin. Igen. Mennyire áll hozzád közel ez a darab? Tulajdonképpen már azt mondhatom, hogy nagyon közel áll hozzám, ugyanis már nem is tudom pontosan, ilyen 45, de már szerintem már közel 50-szer játszottuk. Ugye bent a színházban is, ment bérletben is, bérletszünetben is, és hogyha jól tudom, akkor ugye tavaly mutattuk be, pont a szabadtérin. Az volt a felújított szabadtéri színpadnak a legelső előadása. Úgyhogy szerintem ez már annyira a miénk ez az előadás, hogy már felvesszük a jelmezeket, meghalljuk a zenét, és kezdődik a varázslat. Igen, és ezzel indul is majd akkor a szezon. Sokszor kérdeztem már, nagyon nagy a különbség a Kőszínház meg a szabadtéri között, még hogyha ugyanazt a darabot adjátok elő akkor is? Igen, azt kell mondjam, hogy igen, mert teljesen más ugye az egész. Ott a Kőszínházban már hogy csak az akusztikáját is nézzük, hogy nem lehet csak úgy finoman mozdulatokkal, vagy finom hangsúlyokkal játszadozni, mert nem érdemes, mert az ott elvész. Azért mégiscsak, hogyha jól tudom, közel 1000 férőhelyes, vagy talán 1000 férőhelyes ugye a megújult szabadtéri színpadnak a nézőtere, és hát azért, hogy a Mariska néni az utolsó sorba is lássa, hogy mi történik a színpadon, ezért egy picit nekünk is úgy át kell szellemülni erre. Szóval ezt tudomásul vesszük, hogy most igenis ez egy nagyobb színpad, nagyobb nézőtérrel, itt más gesztusokkal kell játszani. Én azt tapasztaltam, hogy ilyenkor talán egy kicsit szabadabbak, felszabadultabbak a színészek, és néha még egy-egy rögtönzés is belefér. Igen. Megszólal kint egy sziréna, vagy valaki hangosan nevet az utcán, persze, és van, aki persze. Ezt lereagálja. Igen, de szerintem jó is, hogyha erre valamit reagál az ember, mert tud ebből akár egy poén kihozni. Csak az a lényeg, hogy ne legyen ez egy öncélú poénkodás, ami ugye csak magának, és akkor hű, de jót nevettem, mert most éppen a, nem tudom, a hangos motorost megemlítettem. hanem akkor próbálja meg akkor egy olyan helyzetbe hozni, amitől ez poén lesz. Akkor az a nézők is nagyon meg szokták dicsérni, én úgy gondolom. Igen, de picit más, mert jönnek a szúnyogok, jön a lepke, a nem tudom, hát lámpákkal. Ez benne van, ez benne van, de rajtunk is. Nekem már volt már olyan legelső szabadtéris előadásom, az a Hair musical volt, itt Nyíregyházán, és hát tényleg akkor annyira meglepődtem, hogy igenis ott fog jönni a lepke, és hogyha ott kell állni, akkor az rád fog szállni, az törvény szerint az biztos, hogy bele akar mászni a szádba, az orrodba, bárhová. Hát ez ilyen. Uh-huh. Oscar, ugye egy másik darab, amiben szintén játszottál az elmúlt időszakban, az is egy könnyed darab. Igen. Azt is játszottuk szabadtérin, Kisvárdán, nem is olyan rég, és most majd vinni fogjuk majd nem sokára majd Veresegyházra, ott is játsszuk. És hogyha jó, igen, a Szarvasra, a Vízi Színházba is el fogjuk vinni. Úgyhogy most ez nagyon pörög, most én úgy érzem az Oscarunk, és majd későbbiekben, majd bérletszünetben is még látható lesz majd szeptemberben, hogyha jól tudom, péntek 13-án, szeptember péntek 13, ajánlom a kedves nézőknek az Oscar című darabunkat. Igazából jó szériát fut ez is. Nagyon szeretik a nézők, és mi is szeretjük csinálni. De ugyanez igaz volt a Bob Hercegre is. Igen. Tűnik, hogy jól belenyúlt. Tehát amiben játszol, az mindegyik sikerdarab? Voltak éppen igen. De tényleg, nem... A
Nem azt, igen. Biztos én vagyok a kalambalája. Üzenjük a színházban, hogy amiben játszik, akkor az igen. Sikerülsen. Kedves nézőink, nézzék meg, hogy miben fogok szerepelni, és akkor az úgy is lesz. De most minden viccet félhetél, most csak hülyéskedek. De hogy jó leső érzés, hogy olyan darabokba játszok, amik ennyire sikeresek. És tényleg szeretik a nézők. Jók a visszajelzések igazából mindegyikről, mint az Oscarról, mint a Bob Hercegről. Úgyhogy hibátlan. Most egyelőre azt tudom mondani, hogy ez így nagyon jó. És hát közben egy filmszerep is jutott neked a közelmúltban. Na, mesélj egy picit erről. Hogy találtak rád, hogy találtatok egymásra? Mennyire volt más filmben szerepelni? Azért azt mondják, hogy teljesen más. Teljesen. Tényleg teljesen más. Ugye filmnél akár csak egy szemrebbenés, vagy bármi, annyira sok jelentőséggel tud bírni. Ugye hát a színpadon ez nem így működik, ott azért rá kell erősíteni így a dolgokra, de filmben teljesen más. Egyszer csak csörgött a telefonom, és akkor mondták, hogy lenne egy casting a Csebben az élet című filmre, ahol ugye Béres Józsefnek az életét dolgozzák fel. Ez egy 4 részes magyar tévéfilm volt, és mondták, hogy jó esélyem lennének, küldjek el képeket, friss képeket magamról, hogy most éppen milyen hosszú a hajam, vagy mennyire barnultam le a nyáron, vagy bármi ilyesmi. Ugye ez a tavaly nyáron volt a forgatás, és valamikor évközben adták le, talán ilyen március környékén, hogyha jól emlékszem, március-április környékén volt először tévében. És akkor elmentem a castingra, sikerült is megkapnom az ifjabb Béres Józsefnek a szerepét, és hát olyan fantasztikusan sikerült igazából az egész forgatás, nagyon jó színészek vannak benne, szóval egy jó csapat dolgozott ezen az egészen, akár említhetném a Gáspár Tibit, vagy a Füranikót, vagy aki az én páromat játszotta benne, a Nagy Katicát, teljesen más volt. Mint színházban. Teljesen. Lehet, nem lehet összehasonlítani. Tehát ilyen tévés szerepek? Végül is igen, mert hogyha az ember belekerül egy ilyenbe, akkor kinyílik egy kapu, egy átjáró ebbe a másik világba, ebbe a filmes világba. Hát én örülnék neki, mert nagyon jól éreztem magamat. Aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Ugye elképzeltem, hogy akinek ezen bukott meg mondjuk a szerep, hogy kicsit barnább volt, vagy kicsit világosabb volt, mert hogy azt mondod, hogy ezek is számítottak. Nagyon-nagyon sokat. Hát például volt nekem egy kaszkadőröm, és azt is úgy választották ki, amikor nekem már megvolt, hogy én fogom játszani a szerepet, hogy hasonlítson valamennyire rám. És akkor az ő haját is olyanra vágták le, ott frissen a fodrászok, hasonló fizimiskájú embert kellett, hogy keressenek, akiről el fogja hinni a néző, hogy én voltam az, aki a biciklivel elesett és beesett a bokor alá, vagy bármi ilyesmi, úgyhogy ez nagyon, nagyon érdekes. Hát kíváncsian várjuk a folytatást, és szurkolunk, hogy akkor teljesüljön majd az is. Hát, ha majd valami nagy amerikai filmben egyszer sose lehet tudni. Volt már erre példa, hogy magyar színészt kiszúrtak, úgyhogy hát, ha akár az Oscarnak a filmváltozata, vagy a Meseautónak egy amerikai feldolgozása, mert ki tudja, akár lehet majd az is. Hát akkor vége a pihenésnek, mostantól megint a munkája a főszerep, úgyhogy szurkolunk egy kalappal majd. Köszönöm a következő szépen. Szezonban, és köszönjük, hogy itt voltál.